Sziasztok! Ismételten az Atomic Médiát láthatjátok. A mostani tutoriában azt mutatom be nektek, amit a New Alderaan Álomvilág Hivatal című videóklipben láthattátok. Mégpedig a vérsejtet fogjuk elkészíteni. Hogy hogyan is készült ez, ezt most megmutatom nektek. Elsőnek is a Cinema 4D-t nyissuk meg, mivel ezt a kis vérsejt plazmát, ezt Cinema 4D-be fogjuk megtervezni. Elsőnek is tegyünk le egy kis kockát, majd lapítsuk össze, körülbelül ilyen nagyságra, ilyen vékonyra. Ez egy olyan, az Y mérete, ez legyen akkor 30, ha pontosabbat akarunk. Majd nyomjuk meg a C betűt. Ezzel tudjuk külön-külön szerkeszteni az oldalait, a széleit, és külön a poligonokat is ki tudjuk jelölni. Nekünk most az oldalait fogjuk szerkeszteni. Jelöljük ki az egyik oldalát, a tetejét, majd a az Alt-ot lenyomva el tudjuk fordítani a kamerát, majd a Shift-et megnyomjuk és megint kijelöljük az alját. Ezzel kijelöltük az alját és a tetejét is. Következő lépésben jobb klik, majd kattintsunk az Extrude Inner-re és húzzuk, vagyis toljuk be addig, amíg nem kapunk egy ilyen kisebb négyzetet. Ezzel egyszerre készítettük el az alját és a tetejét is. Egyszerre toltuk beljebb. Következő lépésben jobb klik, extrude, és toljuk be ezt a négyzetet, ami még mindig ki van jelölve. Ezzel, mint láthatjuk, egy ilyen kis medencét kapunk, mind a két oldalról betoltuk. Következő lépésben kattintsunk a Hypernurbs-ra, klikkeljük be, ezzel fogjuk lekerekíteni a kockánkat. Húzzuk is rá, és már kerek lett, lekerekíti a széleit. Kattintsunk a Hypernurbs-ra, és a Subdivision Editort állítsuk 6-ra, és a renderelt is 6-ra. Ezzel még jobban lekerekíti a sejtünket. Következő lépésben egy materiált fogunk ráhelyezni. New Material, dupla klik, és kattintsunk be a Displacement résznél, és a textúránál állítsuk be a Noise. Na most láthatjuk, hogy elég nagy szórással ki fognak dülengedni ezek a kis sejtek rajta, ezek a sejtlebenyek. Húzzuk rá és nézzük meg, hogy is fog ez kinézni. Hát elég mérges sejt, de ez kicsit durva sikeredett. Egy kicsit lejjebb vesszük. Legyen 20. A magasságát pedig állítsuk be 10-re. Körülbelül kezdi elnyerni a sejt kinézetét. Még állíthatunk egy kicsit a erősségén. 30-ra. Hát vegyük inkább vissza 25-re, mert ez már elég erős lett. Majd adunk neki egy színt. Color, és egy ilyen pirosos bordót választunk neki. És ezt is ugyanúgy ráhúzzuk. Na már is majdnem elnyertük a végső állapotát a sejtünknek. Tegyünk le egy Sky, majd utána kapcsoljuk be a Global Illumination-t.
Ezzel még jobban életszerűvé válik ez a sejt. Egy kicsit még süllyesszük lejjebb, mert nincs olyan nagy mélyedés ebbe a kockába. Még láthatjuk, még mindig ki van jelölve a két oldal, ezért egy kicsit lejjebb nyomjuk. Így. Na. Most már talán kezd hasonlítani egy sejtre. A következő lépésben a mozgását fogjuk beállítani, hogy ez hogy forogjon. Állítsuk be a kamerát egy bizonyos szögbe, és kattintsunk a Hypernerve-ra, majd a koordinátára. Ezzel fogjuk most forgatni majd ezt a sejtünket. X, Y és Z tengelyen. Állítsuk viszont mindent nullára, és Ctrl lenyomásával tudjuk ezt a keyframe-et aktiválni. Kattintsunk itt erre a kis kis körre, és amint piros lesz, onnantól kezdve ez a keyframe aktiválva van. Majd húzzuk a 90-es frame-re, és írjuk be a 360-at mindenhova. Ez azt jelenti, hogy 360 fokba fog körbe forogni minden irányba. És itt is Ctrl lenyomásával aktiváljuk a keyframe-et. Ha most elindítjuk, vigyük az első képkockára, elindítjuk, akkor elkezd így körbe pörögni. Mint láthatjuk, az elejétől a közepéig begyorsul, és aztán szépen belassul. Hogy ez végig ugyanazzal a tempóval tudjon haladni, menjünk a Window-ra, Timeline, és kattintsunk a Hypernerve-ra, majd erre az ikonra, amiben egy grafikai ábrázolást látunk. Vissza a Hypernerve-ra, és láthatunk egy ívelt csíkot, amiben láthatjuk a nulláról indul, majd elér a 360 fokba. Jelöljük ki mind a két pontot kontrollal, majd menjünk a key-re, és állítsuk be lineárra. Ez azt jelenti, hogy a lineárra állítjuk be mind a két pontot, key, lineár. Na, ha lineárt állítjuk be mind a két pontot, akkor ugyanazzal a sebességgel fog indulni, és ugyanazzal a sebességgel fog a végéhez érni. Indítsuk el. Láthatjuk, az elejétől kezdve ugyanúgy pörög, és ugyanazzal a sebességgel. Nem növekszik, és nem csökken. Következő lépésben a renderelés fogjuk megcsinálni. Kattintsunk a Render Settings-re, Save, állítsuk be a PNG-be szeretnénk kimenteni, Alpha Channel és Separate Alpha-t is kattintsuk be. Majd meglátjátok, hogy miért van szükség a Separate Alpha-ra. Majd mentsük ki egy mappába. Blood. És akkor ide is, hogy blood. Mentés. Outputba állítsuk be a szélességét és magasságát. Mivel nekünk most nem kell nagyon nagy felbontásba, ezért bőven elég egy 500x500-as felbontás.
Majd a frame range-et állítsuk be a preview range-re, hogy 0-tól 90 frame-ig mentse ki. A frame rate-et állítsuk be 25-re. Oké. Majd kezdjük el kirenderelni. Ilyen kis képeknél nem tart sokáig a renderelés. Viszonylag gyorsan megy. Miután lefutott a renderelés, importáljuk be a fájlokat az After Effects-be. Megnyitjuk az After Effects-et, majd a projekt panelnél dupla klikkel beimportáljuk a fájlokat. Elsőnek importáljuk be az Alpha Channel-t, automatikusan felajánlja a TIFF Sequence-t. Fogadjuk el, megnyitás, majd megint dupla klik, és keressük meg a PNG-nket. Innen indul a PNG Sequence, ezt is automatikusan felajánlja. Fogadjuk el, megnyitás, oké. Következő lépésben nyissunk meg egy új kompozíciót, ez is legyen 25 frame per szekundumos, Full HD, oké. Majd ezt a két sequence-t húzzuk be a videónkba, vagyis a kompozíciónkba. Mint láthatjuk, hogy egyenként egy itt látunk egy nagy fehér pacát, itt pedig látjuk a vérsejtet, viszont itt van a háttér is, ez a fehérség. Hogy ezt hogyan tudjuk eltüntetni, annyi lesz a dolgunk, hogy megcseréljük ezt a kettőt. Felső layeren legyen a fehér paca, az alsó layeren pedig a valódi vérsejt a háttérrel. Klikkeljük be újra láthatóan mind a kettőt, majd a Track Mate-nél állítsuk be a Loom Mate-et. Ezzel az Alpha Channel-t hozzá fogja adni, vagyis ki fogja vonni a vérsejtnek, amit láttunk, és ezért el fog tűnni a háttér, ez a fehér háttér, és csak simán a vérsejt fog megmaradni nekünk. Miután ezt megcsináltuk, hozzunk létre egy új kompozíciót, Composition, New Settings, és hozzunk létre egy új Full HD-s kompozíciót. New, oké. Az előző kompozícióban annyit elrontottam, hogy itt felesleges Full HD-val megcsinálni, állítsuk Composition Settings-re vissza, és 500-500. Hopsz. Mivel hogy akkora volt a felbontása a sejtünknek, ezért bőven elég ugyanez a felbontás is a kompozíciónak. Megnézzük, ha bekattintsunk ezt a transzparent, akkor nem lesz mögötte semmi. Bármit beteszünk, azt ugyanúgy eltünteti, vagy ugyanúgy mögötte lesz. Atomic, álltsuk feketére, oké, fekete, és láthatjuk, hogy mögét be tudjuk tenni layerként. Ezt töröljük ki, és akkor menjünk a kompozíció 2-re. Hozzunk létre egy új layert, ez új szolidot, ez bármilyen szín lehet, csak állítsuk a kompozíció méretéhez, majd most a particle effektet fogjuk behúzni, amibe fogjuk ezeket a vérsejteket, az áramlását megmutatom nektek. Oké. És már is láthatjuk, hogy itt vannak a kis részecskéink. A komp 2-t, ezt átnevezhetjük sejtnek, és húzzuk be a mi, vagyis a 2-es kompozícióba. Itt is, itt még állítsuk át annyira az 1-es kompozíciót, hogy ne legyen ilyen hosszú. Vágjuk le arra a méretre, amekkora valójában ez a hosszúságú, ez a 90
frame volt a sejt. Lépjünk vissza a kompozíció 2 menübe, és láthatjuk, hogy már is megváltozott a mérete. A sejtet, ezt klikkeljük ki, hogy ne legyen látható, white solidot írjuk át partikle, hogy jobban el tudjunk igazodni, majd kattintsunk az effekt paneljére. Következő lépésben menjünk a Particle menübe, és állítsuk be Texture Polygont. Most fogjuk kiválasztani, hogy melyik layert olvassa be textúraként. Ez lesz a sejtünk. Te azonnal ki is írja, hogy nagy lett, vagyis nagy a felbontása a kis sejtünknek. Azaz 500x500-on mentettük ki, szóval még ez is nagy. Kimenthetjük bőven kisebbbe, itt mondja is, hogy 20-tól 100-ig. De nem lesz semmi probléma, maradhat így. Oké. Okay. Most olyan picik a sejtek, hogy hát igazából nem is látszanak. Itt vannak ilyen kis kockák, olyan picik. Ennek a méretét állítsuk be, hogy nagyobb legyen. Itt van a particle menünél a size, ezt állítsuk be 60-ra. Így már is valamilyen szinten láthatóbb lesz. Még állíthatunk rajta, legyen 80, és állítsuk be azt a particle per szegbe, hogy másodpercenként ne termelje mindig ezeket a 100, mert itt 100, másodpercenként 100-at küld ki, 100 sejtet most jelen pillanatban, ezt állítsuk 25-re. Most a bemutatás céljából ez is bőven elég lesz. Láthatjuk, hogy ahogy véget ért, a sejtnek a layere el is tűnik a sejt részecskék. Úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy visszamegyünk a particle layerre, és beállítjuk a particle beállításainál, hogy current, current time, az, hogy ne éppen azt abba az időbe játssza le, amíg tart ez a layer, hanem addig, amíg... Szóval kiválasztjuk a particle layernél a current time helyett a random loopot. Ezzel össze-vissza fogja kavarni a kis sejtjeinket, és folyamatosan le fogja játszani. Amíg tart nekünk a kompozíciónk. A következő lépésben, hogy ez most már áramoljon is, mint a igazából, elmegyünk az emitter menübe, és a point helyett, a emitter típusnál, point helyett kiválasztjuk a boxot, és a direction helyett kiválasztjuk a directional, vagyis az uniform helyett kiválasztjuk a directional-t, és ezzel fogjuk megadni neki, hogy merre is vonuljon ez a kis részecske. Itt láthatjuk, ahogy így forgatom az Y-tengelyt, arra fog elmozdulni, és arra fogja elküldeni a részecskéket. Itt ha beírjuk, hogy mínusz 90, akkor arra fognak áramolni ezek a kis részecskék. A pozícióját állítsuk be úgy, hogy a képernyő kívülre essen, és ezért a termelődését, hogy ott, ahogy termelődése látszik, azt most ott nem is fogjuk látni ezzel. Az életüket állítsuk be, itt van, hogy life per sec. Most 3 másodpercig fognak élni ezek a vérsejtek, ezeket állítsuk be legalább 20-ra. Így tuti, hogy amíg tart nekünk ez a... nem fognak eltűnni. Végig tudnak érni, vagyis majdnem, állítsuk be őket 25-re.
így végig fognak érni, teljesen addig, amíg átmennek a képernyő egyik feléről a másik felére. Hogy ne egy ilyen törcsélszerűen jöjjenek ki ezek a sejtek, itt az emitter síznél állítsuk be az X-et is. Itt tudjuk magunkhoz, a kamerához közelíteni, mint láthatjuk. Ezt állítsuk be 2500-ra. Az Y-t is állítsuk be 2000-re. És a Z-t is. A Z-t azt pedig állítsuk be 0-ra. Ha ezt most elindítjuk ezt az egészet, akkor renderelésnél láthatjuk, ahogy előjönnek ezek a kis sejtek. De mivel még mindig láthatjuk, hogy csak egy pip-pip-pip előjönnek a sejtek, ezért még mindig tolni fogjuk oldalra, hogy ne a szemünk előtt termelődjenek, hanem még a képernyő előtt is már úgy jöjjenek be, hogy na még egy kicsit. Most, hogyha ezt lejátszuk, akkor már úgy jönnek be, hogy készen vannak. Na most, hogy még változatosabb legyen ez a sejt összeállítás, van egy ilyen, hogy cheese random, amivel be tudjuk állítani a véletlenszerű nagyságukat. Az legyen 50%-os, ezzel hol kisebb, hol nagyobb lesz ez a sejt. Azt, hogy még jobban legyen ez az áramlás, menjünk a fizikájára, az air, és van egy olyan, hogy turbulence field. Most az effect position-t állítsuk be 200-ra, ezért egy ilyen kis hullámzó szerű mozgást fognak belevinni, hol begyorsulnak, hol egy kicsit belassulnak. Ezt állítsuk felvontását gyengébbre, hogy gyorsabban tudjam mutatni nektek. Láthatjuk, hogy egy ilyen hullámzó mozgást vesznek fel ezek a sejtek. De elég lassan mozognak. Ezt úgy tudjuk begyorsítani őket, hogy van ez a Psychic Time Factor a fizik menübe. Ezt állítsuk be 2-re. Így már is gyorsabban fognak mozogni. És az, hogy még valósághűbb legyen ez az egész, be tudjuk állítani a motion blur-t, amivel a mozgást fogjuk jobban generálni, hogy jobban látszódjon. Itt a renderingnél állítsuk be a motion blur-t on-ra. Így be fog mosódni ez az egész kép, vagyis ez a kis sejplaznák. Csak láthatjuk, hogy a bemosódásnál átlátszik a másik layer, vagyis a másik sejt a másikba fog látszódni. Ezért ennél ez nem egészséges, ezért ne is használjuk. Kattintsunk vissza Comp Settings-re. Következőben hozzunk létre egy új kamerát, amivel a Depth of Field-et fogjuk tudni beállítani, ami az élesség állítást eredményezi. Menjünk a kamerára, Camera Options, és automatikusan be van kapcsolva nekünk a Depth of Field. Most az Aperture-t állítsuk be 100-ra. És láthatjuk, hogy már is, amik előtérbe vannak sejtek, azok már nem lesznek olyan élesek. És ahogy visszük felfelé ezt az állítást, annál inkább el fognak homályosulni az előtérbe lévő sejtek, de viszont amik középen található sejtplazmák, azok élesek lesznek. És végül is elérkeztünk arra részre, hogy ezek a sejtek, ezek mozognak.
és úgy, mint egy véráramlásba, egy hátteret, ha beteszünk, egy ilyen halvány rózsaszint. De ez mégse lenne jó. Akkor most fog következni az a rész, ahol tervezni fogunk Cinema 4D-ben egy sejtfalat.
Ezután kirendereltük a sejtfalat, ezt is beimportáljuk az After Effects-be. Dupla klik. Hol van sejtfal alfa, megnyitás, és megnyitjuk a sejtfal normált. Mind a kettőt behúzzuk. És ugyanúgy, mint a sejtnél, ezt is megcseréljük. És ezt is a TrackMate-nél LoomMate-et állítunk be. Ezzel meg fogjuk kapni a sejtfalat. Majd húzzuk rá a sejtfalra a Level Color Correction-t. És hogy ne legyen ilyen világos, elkezdjük egy kicsit húzni a sötét fele. Így meg fogjuk kapni a hátterünket, ezt a sejtfalat. Az, hogy ne legyen még mindig ilyen éles, egy Fast Blur-t fogunk rátenni. Állítsunk be rá 10-et. Az, hogy ne legyenek itt így hiányosságok itt a sejtfalnál, az végül is csak annyi, hogy szép toljuk. Összép toljuk a sejteket, vagyis a sejtfalat. Így a csatlakozásnál, az érintkezésnél középen, vagyis ott nem fog látszódni ez a lyuk. Elérkeztünk a végéhez, ezt már tovább lehet még trükközni, hogy most ki hogy szeretné. Én még ezt lejjebb venném legalább 10-re, ne legyen ilyen sok ez a sejt, és még egy olyat meg lehet csinálni, hogy duplikáljuk a sejtünket, az egyiket láthatóvá tesszük, és megnöveljük a méretét. És ezt meg lehet csinálni úgy, hogy mintha beúszik ez a sejt a képernyőnkbe, vagyis így át. Ahogy megy a többi. Elmegy előttünk ez a nagyobbik sejtecske. Végül is befejeződött a tutoriál. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek és meghallgattátok. Ez egy viszonylag hosszabb rész. Bármilyen kérdés merülne fel, nyugodtan írjatok. Ha esetleg valami probléma lenne, hogy nem tudnátok, akkor is írjatok. Nézzétek továbbra is a Atomic Médiát. Megpróbálunk továbbra is érdekes és hasznos videóanyagokkal feltölteni a oldalunk videótárát. Lájkoljatok a Facebookon, további szép napot, sziasztok! Még mielőtt végleg elköszönnék, még annyit, hogyha még jobban szeretnénk ezt, hogy még hatásosabb legyen, és tényleg egy sejtáramlást szeretnénk ezzel mutatni, akkor hozunk létre egy új layert, egy fekete szolidot, és dupla rákattintva a kör maszkolásra, hozunk létre egy új maszkot, és a Add átállítjuk Substract-ra a típusát, és a Mask Fader-t állítsuk 900-ra. Ezzel a széleit elsötétítjük, és befele nézve világosabb lesz. És hogy még egy kicsit tudjunk vele szórakozni, egy Cinema Scope-ot állítunk be, pozíció, ezt felküldjük a tetejére, Ctrl-D-vel, ezt pedig leküldjük az aljára. És már is egy ilyen hatásosabb
vizuálisban sokkal látványosabb képet fogunk kapni. Most már tényleg elköszönök, sziasztok, továbbra is nézzetek minket. Csá!